Csillagpont A Csillagpont Rádió hírműsora. Jubileumi okleveleket adtak át az egyetemen, állami elismerésben részesült Ludnik Ferenc, önkénteseket várnak a környezetvédelmi szervezetek. Köszöntöm Önöket, Önök a Csillag. Rádió híreit hallják. 2016. augusztus 31-én, szerdán 16 óra 30 perckor a szerkesztőtől kecskésákostól. Készen állnak a Miskolci intézmények az iskola kezdésre. Mintegy 10 millió forintból 40 iskolát tettek rendbe a nyáron Miskolcon. Csak nem 500 mosdót, 200 tantermet, 100-nál is több folyosót, öltözőt újítottak fel az elmúlt három hónapban. Van, ahol csupán tisztasági festést és karbantartási munkákat végeztek, máshol például a Bársony általános iskolában csak nem fél millió forintot költöttek a felújításra. Tantermet, tanári szobát és két irodát is felújítottak a nyáron. Festettek, takarítottak, dekoráció, interaktív tábla is került a falra. A padokon már ott sorakoznak a Leendő Elsősök tankönyvei. A nyári felújítást az iskola, a Miskolci Közintézmény működtető központ, valamint a terület önkormányzati képviselője közös összefogással támogatta. Úgy gondoltam, ezzel is segíthetem a pedagógusok munkáját, a diákok eredményes tanulását. Természetesen vannak még feladatok, ha lehetőségem lesz, és megkérnek a továbbiakban is, igyekszem támogatni az iskolát, mondta el Hubai György önkormányzati képviselő. Miskolcon mind a 40 közintézmény működtető központhoz tartozó intézményben végeztek tervezett karbantartást a nyáron. Mintegy 85 ezer négyzetméternyi falfelületet festettek, 3000 négyzetméternyi mázolási munkát végeztek. Elsősorban a főzőkonyhák és tároló konyhák tisztasági festése történt meg. Ezeknek a kiszolgáló helyiségeiben is elvégezték a munkát, nyilatkozta a részletekről a minap.hu-nak Borbéné Bucsko Andrea, a Miskolci Közintézmény működtető központ igazgatója. Minden iskola készen áll tehát a szeptemberi kezdésre, de kisebb felújításokra évközben is lesz lehetőségük az intézményeknek. Rubin vas gyémánt és arany okleveleket adtak át pénteken a Miskolci Egyetem díszaulájában. A jubiláló évfolyamok képviselői ünnepi köszöntőkkel és évfolyamszalogok felkötésével tisztelettek az almamáter előtt. Az intézmény műszaki, földtudományi és műszaki anyagtudományi kara a 70 éve végzett mérnök hallgatóknak rubin, a 65 éve végzett hallgatóknak vas oklevelet adományozott. Azok, akik 60 éve tették le záróvizsgájukat, gyémánt, valamint az 50 éve végzett hallgatók arany okleveleket vettek át a karok dékányaitól a jubiláló évfolyamok képviselői ünnepi köszöntőkkel és évfolyam szalagok felkötésével tiszterektek az Alma Mater előtt, majd az ünnepség után egy közös ebéden idézték vissza az egykori diák éveket. Az élet fontosabb, mint a betegség címmel regionális beteg találkozót szervezett vasárnap Miskolcon a Vesebetegek Borsodabaui Zemplén megyei egyesülete. A rendezvény programjai délután az Avasi Ifjúsági és Sportligetben, az Avastető és Sportpályáknál, délután pedig Miskolc tapolcán zajlottak. A Budapestről, Borsodabó Zemplénből, Hajdúbiharból, Hevesből, Nógrádból, Pest és szabolcs már bereg megyékből érkezett betegek köszöntését követően közös séta következett a kilátóhoz, majd bemutatták a várost és beszélgetést szerveztek a szolgáltatók képviselőivel a betegek gondjairól, Problémáiról, javaslatairól. Délben pihentető joga, majd ebéd következett, ezután pedig alternatív programokon kapcsolódhattak ki a résztvevők a Barlangfürdőben és az Avalon Parkban. A rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alap és önkormányzatok támogatásából, adományokból és önkéntesek munkájának köszönhetően valósulhatott meg. Magyar Arany Érdemkereszt állami elismerésben részesült az augusztus 20-ai Nemzeti Ünnep alkalmából Ludnik Ferenc a Kolping Oktatási és Szociális Intézmény fenntartó Szervezet volt gazdasági vezetője, a Miskolci Szent Anna Kolping család egyesület elnöke. Ludnik Ferenc hosszú időn át tevékenykedett a város érdekében köztisztviselőként, képviselőként, bizottságok tagjaként. Több évtizeden keresztül segítette gazdasági tanácsaival az önkormányzatot és intézményeit. A rendszerváltást követően Tagja lett a kereszténydemokrata néppártnak, ennek egyik megyei alelnökévé is megválasztották, alapító tagja a Magyar Kereszténydemokrata szövetségnek, munkája mellett több mint húsz éve vállal szerepet a miskolci Szent Anna római katolikus egyházközség megalakulása óta a Szent Anna Kolping család egyesület tevékenységében a város érdekében végzett több évtizedes munkáját nemrégiben Szemere Bertalan közéleti díjjal ismerte el Miskolc önkormányzata. Önkénteseket várnak a környezetvédelmi szervezetek. Az a cél, hogy a fenntartható életmóddal kapcsolatos ismeretek terjesztésébe minél többen bekapcsolódhassanak. Számos a Zöld Kapcsolat Egyesület és az Ökológiai Intézet Alapítvány által meghirdetett környezetvédelmi rendezvény, esemény, Képzés létrehozásában, megvalósításában segítettek, és segíthetnek a jövőben is a jelentkezők, a gyermekfoglalkoztatástól kezdve, a családi napok szervezésén keresztül, akár a zöld háztartás ismereteinek terjesztéséig. Ezúttal F. Nagy Zsuzsannát, a Miskolci Ökológiai Intézet munkatársát hallják. A zöld forrásból támogatva olyan szakmai programokat is tudunk most számokra szervezni, ami által a régi önkénteseink is még felkészültebbek lehetnek, az újaknak pedig hát számos újdonsággal fogunk tudni szolgálni. Úgyhogy egy műhely sorozatot szerveztünk, amelynek az első alkalma szeptember 3-án lesz, 10 és 15 óra között. Lényegében egy beszélgetést követően ki is megyünk terepre, és a gyógy és fűszernövények termesztése, felhasználása, az egészséges életmód, az ökogazdálkodás, a talaj szerepének fontossága, a komposztálás lesz a témája az első ilyen műhelynapunknak, de odáig elmegyünk, hogy ugye az udvarunkban lévő napkollektoros szárítót megtanuljuk használni, kezelni, sőt akár hozhatnak is bele az önkénteseink a szalandó gyümölcsöt, zöldséget. És hát mindig folyamatosan a Zöld Kapcsolat Egyesületnél, illetve az Ökológiai Intézetnél szervezett eseményekhez nagyon-nagyon sok önkéntes segít, és hát a bővülő csapat révén reméljük, hogy fog is segíteni, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk a műhely munkákra. Köszönöm a figyelmet, Önök a Csillagpont rádió híreit hallották. Csillagpont hírek. A Csillagpont rádió hírműsorát hallották. Készült a Médiatanás támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.